Marsó Kft. A magyar gumiabroncs piac egyik legnagyobb, és több területen piacvezető magyar magántulajdonú vállalkozása pár hónappal ezelőtt ünnepelte 30. születésnapját. Az eltelt évtizedekben több kisebb raktárcsarnok építése kapcsán voltak tapasztalataink ilyen jellegű fejlesztések megvalósításában. Meghatározó piaci szereplőként tisztán látjuk a feladatunkat, felelősségünket és helyünket az abroncspiac ellátási láncában, és ennek megfelelően igyekszünk tökéletesíteni működésünket azon területeken, ahol a fejlesztés igényét észleljük. Raktárból összesen 34.000 négyzetméteren folytatjuk a készletgazdálkodásunkat, és valósítjuk meg országos logisztikai feladatainkat. Köszönet a Marsónak is, hiszen a válság évében 2020-21-ben önök 18%-os növekedést tudtak produkálni, és 20%-kal tudták növelni az alkalmazottak létszámát. Köszönet önöknek, és gratulálunk ehhez! Ezzel a beruházással a Marsó Kft. A 21. század valamennyi logisztikai és technológiai kihívásainak meg tud felelni. Marsó ma tehát egy szintet lépett, és ez jó alap ahhoz, hogy a vállalat még sikeresebb legyen egy nagyon éles versenypiacon. Polgármester úrral együtt örömmel állapíthatjuk meg, hogy Dunaharasztin dübörög a gazdaság, ennek egy főszereplői önök is. Nagyon köszönjük, hogy Magyarország kormánya érdemesnek találta a Marsó Kft.-t arra, hogy egyedi kormánydöntés keretében a létesítmény megvalósítását jelentős összeggel támogassa. Elmondhatjuk, hogy amikor előre tekintünk, továbbra is ambiciózus, szervezetten növekvő és partnerkapcsolataira gondosan odafigyelő Marsót látunk magunk előtt.